A Pest megyei múzeumok igazgatósága nemrég pályázatot írt ki Népviseletünk babákon címmel. Az eredményhirdetést a Szentendrei Népművészetek házában tartották, ahol átadták a legjobbaknak járó díjakat, és megemlékeztek a baba gyűjtemény alapítójára is. A nemzeti kultúra ápolásának, megőrzésének számos formája ismert. Legkevésbé talán az, mely miatt összejöttek Szentendrén Népművészetek házában. A Kis Áron Magyar Játéktársaság és a Pest megyei Múzeumok igazgatósága ugyanis másodszor hirdette meg azt a pályázatot, melynek keretében népviseletbe bújt babákat kellett készíteni, és amelyből kiállítást is szerveztek. A megyei múzeum igazgatóság helyettes vezetője az eredményhirdetés keretében szervezett kiállítás megnyitón elmondta. A kiállítás értéke, hogy a pályázati művek más-más korok ruháit vonultatják fel. Itt is a kiállításban is látható a múlt század elejé, a 20-as évekbeli, aztán később a 60-as évekbeli viselet, és akkor ennek a viseletnek a változásait nagyon jól nyomon lehet követni. Hát most itt a kiállításban, illetve a pályázaton is ilyen alkotásokkal találkozunk. A 2009-es évben az első díjat egy püspök hatvani menyecske ünnepi viseletbe öltöztetett baba kapta meg. A külön díjat pedig egy solymári alkotás nyerte el, mely egy 1950-es évekbeli báli népviseletes lány ruháját mutatja be. A díjátadó után az érdeklődők megtekinthették az alkotásokat, melyek egyébként a Szentendrei Népművészetek házában mindenki számára megtekinthetőek lesznek. A rendezők elmondták, remélik, hogy a pályázat immár hagyománnyá vált, és jövőre céljuk az is, hogy az eddigi összes pályaművet kiállítják majd.